A címszereplőt, az elkeseredett magányos ápolónőt Vicei Natália alakítja. A 39 éves Lizelotte rádöbben arra, hogy tulajdonképpen nem is élt. Ezért kétségbe esetten keresi párját. A nőnek itt nem olyan fergeteges, úgy mondjam, komédiára húzó figurája van, mint a férfinek. Viszont ezt is ugyanúgy koncentráltan, sőt, tehát elejétől elindulni és egy utat bejárni, ahova bejönnek a vendégek az életünkbe, akik átsétálnak, azokat, és ahogyan kijövünk egy-egy kapcsolatból, ahogyan változunk, és ahová juthatunk esetleg, hogyha az élet nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Jó kis szerep. És kihívás végigjárni ezt az utat. És az is kihívás, hogy nagyon olyan koncentráltak maradni akkor is, amikor a néző dől a nevetéstől. Mert igazából ez komédia. És a szabadkai közönség tök jól vette, tehát nagyon jót szórakoztak, de bízom benne, hogy valahol bent a szívük egyik csücskében azért nem csak ezt viszik haza, hogy milyen jó kis helyzetek vannak, és milyen helyes figurák vannak, és milyen sztorikat ír az élet, hanem esetleg arra is gondolnak, hogy igaz, hogy ez el van túlozva, de ilyen magány van. Van sok ilyen magányos 40-es nő van, aki aztán a végén már esetleg görcsösen követeli azt a boldogságot, amit úgy érez, hogy járhat neki, ugyanúgy, mint a többi embernek. A Lizelotte életében megjelenő férfiakat Ralbovszky Csaba játsza. A 6 különböző karakterű férfi megformálása igazi kihívás, mondja a színművész. Nagy fal, mondjuk az a színésznek egy ilyet végig korcsolyázni, másfél óráig, és azért megvolt nálam egy kicsit a szeánsz, amit szoktam csinálni. De jött egy kicsit pihenő, és akkor bejöttünk ide a Natival, a rendezővel, és akkor fél öttől volt egy kis ráhangolódás, és fél nyolckor vártuk a közönséget. Hát igen, de szerintem nem csalódtunk a szombatkai közönségben, mint általában így szokott lenni. Igen, szerintem ilyen 5 perc előtt hosszabb volt az előadás, mert hogy rengeteg nevetés volt. Először, mikor felkért a Mezei Zoltán erre a szerepre, akkor elolvastam először is a drámát, és hát most nem tudom, hogy mondjam ezt nektek meg igazán őszintén, megijedtem valami, egy picit, hogy úristen, itt azért, itt van meló, van dolog, de azt gondolom, hogy a színész életében a kihívások azok mindig azt gondolom, hogy pozitívan kell felfogni ezt az ilyen kihívásokat, ami mondjuk a nehezebb. Hát igen, nehéz, mert valójában mind a kettőnknek nehéz, mert a Natinak meg egy ívet csinálni a végéig, nekem meg sok kicsit kell megcsinálni elejtő végig jelenetenként, és úgy nehéz, hogy szóval egy percen van átöltözni, meg átbújni egy másik figurába, amiket próbáltunk nem annyira elsarkítani, hogy azért húsvér emberek legyenek. A szélesebb nézői réteghez szóló produkciót a Népszínházi Ádrán színpadán tekinthette meg a szabadkai közönség. Hukoszávjev Iván, a Zentei Magyar Kamara Színház igazgatója elmondta, ezzel az előadással gyakran tájolnak, és minden helyszínen bravúros sikert aratnak. Nagyon jó. Itteni Szabadkán, és az itteni színészekkel tulajdonképpen a saját közönségükkel találkoztak, ugye a vendég színészeink itthon, Szabadkán, és hát a közönség is jól ismeri őket, és azt hiszem, hogy új oldalukról láthatták őket, hiszen mi olyan előadásokat választunk, ahol a színészek rengeteg lehetőséget kapnak, és akkor új több oldalról is kipróbálhatják magukat, és itt azt hiszem, hogy jó oldalát ismerték meg a színészeknek a nézők. A Zentai bemutató óta milyen utat jár be ez az előadás? A Magyar Nemzeti Tanács támogatásával járjuk Vajdaságot minden irányba, úgyhogy Kelet-Bánától Nyugat-Bácskáig eljutottunk, de még októberben is tájolunk, úgyhogy szerintem a tervezett
11-2 előadás helyett 14-et előadást sikerül majd lejátszanunk, úgyhogy sok helyen megfordulunk, hát ahol jól megszervezik, már pedig igyekeznek, akkor ott is azért sok ember látja, és örülnek nekünk. Maga tud táncolni? Hoppá! Nem, de próbálom. Csapot se tudtam mindig szerelni, aztán most meg... A mennyasszonyom mindig azt mondta, kit érdekel ezt, te bungó, nem is tudsz táncolni. Na hát igaz? Nem tanultam. Majd én megtanítom. Hát én nagyon örülök, hogy ide jöttem. Hoppá. Ez az állólámpa nagyon régi. Gyönyörű fénye van. Ebben a fényben lehet táncolni. Szép lámpa! Régi! Régi fénye van neki. Mint hogyha régről fény lenne itt valami. Imádom. Lehet is. Szakért. Nem. Miért nem? Maga sírt, most táncolni akar, vagy sírni fog a táncolásnál, és erre a zenére? Igazad van. Válasz valamit. Hoppá. Na, szerintem ez jó. Annyira jó, hogy jött! A jó szerelőnek örülni szoktak, hoppá! Soha nem kapok fel egyetlen nőt se, aztán most meg hoppá! Hoppá, hoppá! Ja, itt valami boldogságon! Hallja, hogy csak az a boldogság! Hallom, ne zárja el! Ezt már nem is lehet! Itt ez csak mögni fog ez a boldogság! Hoppá, hoppá, hát maga nagyon jól táncol! Hát hülye az a nő! Hát az ember azzal tud táncolni, akit szeret! Hoppá! Hát igazán van! Nagyon igazad van! Nagyon!